2018. februárjától már a modern korszínvonalának megfelelő konyhaüzemben történik a főzés, mosogatás, tálalás a Kispárdai Kórházban. A felújítás két ütemben történt. Első körben egy uniós közbeszerzési eljárás keretében a gépek beszerzése történt, amelyek az előkészítés körülményeit, ezáltal a minőséget javítják, de jelentős energiamegtakarítást is eredményeznek majd az intézménynek a korábbi felhasználáshoz képest, hangzott el az ünnepélyes átadáson. Hegyi Henrik, a kórház igazgatója, kiemelte. Ezzel a beruházással olyan lépést tett az intézmény, amellyel a betegek és a dolgozók elvárásának megfelelő minőségű ételeket tudnak készíteni. Én azt gondolom, hogy jelenleg ma Magyarországon az első 5 kórházi konyhában benne vagyunk. Olyan magas szintű eszközöket szereztünk be, amely akár a Bocuse-d'Or versenyen is megjelent. Olyan kombipárolók, amelyek azt gondolom, hogy nagyon kevés kórházi konyha technológiában található meg, de mellett mosogatás technológiától kezdve a főzőstökig minden szükséges és már régi elavult eszközünket sikerült lecserélni, és zárt tálalási rendszert valósítottunk meg, amelyekben a betegek temperáltan, ahogy a konyhából kikerülő hőmérséklettel melegen fogják megkapni az ételeiket is. A kórház konyhája az év 365 napján dolgozik. A csúcsidőszakban 500 fő élelmezését biztosítja a konyha, és emellett napi szinten 150 kórházi dolgozó étkezik még az intézményben. Seszták Miklós fejlesztési miniszter beszédében kiemelte, a rossz minőségű étel elfogyasztásával nem lehet dolgozni és nem lehet gyógyulni. Egy kórház, egy egészségügyi intézmény nem lehetne teljes azokkal a háttérintézmények felújításával, mint amint a mai. Hiszen mit ér egy gyógyítás, ha mondjuk rossz az étel? Mit ér a gyógyítás, ha azok a háttérkörülmények, amivel az étel előállítók dolgoznak, azok nem megfelelő? Ez lehet energetikai, lehet személyi jellegű. Én azt gondolom, hogy azért fontosak ezek a beruházások, mert azt tudjuk üzenni mindenkinek, hogy nem csak az egészségügynek a direkt gyógyító részeire figyelünk, hanem azokra az emberekre, azokra a dolgozókra, és így közvetlen majd azokra a betegekre is, akik a kórházba kerülnek, hogy megfelelő színvonalú és ízletes táplálóétel tudjunk segíteni a mielőbbi gyógyulásukhoz. Szerintem ez egy fontos projekt volt. A beruházás második ütemében a konyhaüzem teljes építészeti felújítására is lehetőség volt. Így a nyillászárók, burkolatok, elektromos hálózat, légtechnika is megújult, összesen 102 millió forint értékben.